It's that hot time in the Paradise City. Like Mr. Rose said, all them girls are pretty. Where the grass is green and it's hot as hell. Saturday Dance City called Decibel. Party down in the City of Light. Chilling in the sun, dancing into the night. Lift your hands to the sky, we got something to tell. You make this shit go down, you are Decibel. Sziasztok, itt vagyunk a 2022-es Babarci Ladason, ez a második ilyen rendezvény itt Babarcon, és mivel nekünk is van egy ladánk, és eléggé közel volt hozzánk, ezért leugrottunk megnézni. Ez a rendezvény, ez Európa szinten is figyelemre méltó. Ugyanis ott áll egy autó például Szerbiából, ott van egy kocka Romániából, és vannak Hollandiából is ide látogatók. Elsősorban természetesen a magyar ladás közösséget invitálja meg ez a hely is, de abból viszont az igazi, gyökeres krémjét. Olyan hihetetlen gépek vannak itt, olyan csodálatos űrtechnikák, hogy az valami elképesztő, és összesen nagyjából 160-170 autóra számíthatunk. És bár ahogy mondtam az előbb is, az időjárás nem túl megfelelő, de igyekszek nektek bemutatni, hogy mik vannak itt. Az nagyon-nagyon tetszik ezen a rendezvényen, hogy előző évben elképesztően pozitív visszhangja volt. Erre nagyon-nagyon jó példa, hogy itt a faluban, Babarcon, a rendezvény műsorszámai közé tartozik, hogy tesznek az autók egy kört a faluban. Na hát, ebben az évben kettő kör lesz, ugyanis az előző évben azért károgtak az emberek, hogy miért nem mentek többet az autók a faluban. Vagyis itt nem azt látják ezekben a vasakban, hogy büdös, csöves, hangos, mit tudom én, mi a szarnak, hanem akarják látni, erre az embereknek van igényük. És ez elképesztően pozitív dolog. A rendezvényen mindenféle jó kis programok vannak, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, van színező részleg, van rengeteg ilyen árus stand, ugye fesztivál hangulatú cukorkás stand vagy pólós stand, lesz szépségverseny, és különböző díjakat is kiosztanak, mint például a legrégebbi lada, a legszebb lada, vagy éppen a legesleg messzebbről érkezett lada címen. Itt mellettem ez a fehér csoda, ez Rókai Györgynek az autója. Ebben több érdekesség is van. Az egyik az, hogy ezzel én mehettem, ugye a jobb ülésben, és valami hihetetlen élmény volt, tényleg elképesztő, életem legeslegjobb ladás élménye. És ez azért volt, mert ez az autó, ez azért elég finoman szólva jól meg van csinálva. Van benne egy 1.6-os motor dupla Weberrel, ami visít, mint az őrült, elképesztően megy. A futómű az zöldszilentes, azt hiszem Kajaba Ultra SR gátlókkal, elől-hátul nívarugókkal, belül flokkolt, megcsinált műszerfallal és kagylóülésekkel. Ez az egész, ez valami olyan csodálatos autóvá áll össze, amilyenre én meg akarnék csinálni egy ilyen kockát, hogyha lenne. Tetszik? Ja. Hátizsák nem zavar? A legeslegérdekesebb ebben az autóban, hogy itt minden egyes része, minden egyes átalakítása, az be van jegyezve. Vagyis ez így, ahogy van, ez egy utcára kitehető, beleköthetetlen autó. És azért, aki egy picit is belement az autók átalakításába, tuningolásába, stb., az tudja, hogy ez borzasztóan nagy munka, és irgalmatlan mennyiségű pénz, szól le a kalappal. Ami tök érdekes, hogy mennyi narancssárga lada van itt. Ez bár gyári színben is volt egy ilyen barnás, narancssárgás keverék, de ez itt világító narancssárga. Elképesztően feltűnő, és nagyon-nagyon jól néz ki szerintem. Ami nagyon-nagyon tetszik ebben a rendezvényben, azon kívül, hogy ladákkal vagyok körülvéve, és hát bennem is azért elég durván ladavér folyik, hogy teljesen falunap hangulata van. Annyira oldott itt a háttérben megy ilyen 90-es, 2000-es évek diszkómusikája, körbe bográcsoznak az emberek, fel vannak húzva a sátrak, ez a kis horgásszékek ki vannak cseszve a fűre. Nagyon jó, nagyon tetszik, tényleg, nagyon oldott az egész. A few moments later. Na,
bár az előbb is autóban voltam kb. 2 perccel ezelőtt, legalábbis videó szerint, de most megint az autóban vagyunk, ugyanis ahogyan azt megjósoltuk, elerett az eső. Úgyhogy, hát nagyon remélem, hogy nem fog hazazavarni embereket, ugyanis még rengeteg csodálatos autót meg akarnék nézni, és esetleg a tulajokkal is beszélni. Az is elképesztően hozzátesz itt a hangulathoz, ugye mondtam, ez a falunap feeling, hogy bármelyik Lada tulajhoz, legyen az akármilyen hiper-szuper átépített NASA űrtechnikával ellátott vas, simán oda lehet menni, beszélgetni vele, kérdezni az autóról, örömmel beszél mindenki az autójáról. Hát ez az eső az nagyon nem akar elállni, úgyhogy rákényszerültünk, hogy innen folytassam a dolgokat. Szerencsére már párszor körbejártuk a helyet, úgyhogy pár picike információt, érdekességet szeretnék csak így elmondani. Az én egyik kedvenc autóm az egész rendezvényről, az ez a Bajor motoros feliratú kockalámpás, ami minden egyes hegyi felfutón, rallin, slalomon, versenyen ott van, és imádom nézni és hallgatni, ahogy repeszt. Sajnos az autóról nem tudok annyira nagyon sokat, és a tulaját se találtam meg, de azért az a Bajor motor felirat az... Az azért, az, akik tudják, azok tudják, hogy az jó dolgokról árulkodik. A rendezvényen eddig mi voltunk az egyetlen szamarák, de most nemrég jött egy másik piros kis csacsi, bár az gyári, de így sajnos veszélybe került a legszebb szamárnak járó díjunk. Van itt vadi új Lada is, teljesen pár éves darab, ami még itt talán említésre méltó, hogy van egy Lada 2112-es is, ugye a szappantartónk, ami méghozzá Szerbiából jött, és az alapjaiban véve teljesen megegyezik ezzel a szamarával, vagyis bár az már 2000-es évek körüli autó, de mégis a technológiája az visszamegy egészen a 70-es évekig. Igazán nem erőltették meg magukat az oroszok abban, hogy igazi fejlesztést érjenek el egy-egy autónál. Természetesen vannak itt nívák is, valamint 4x4, az ugye az új níva, abból is egy hosszított verzió. Na. De ez talán a rendezvénynek az egyik legérdektelenebb része, hogy én ezeket felsorolom, mert ide el kell jönni, megnézni az autókat, és látni a különböző arcokat, a különböző stílusokat, hogy ki hogyan szabta saját magára azt az autót, amivel van. Ugyanis nagyon kevés gyári van itt. Illetve amik vannak gyárik, azok OT-sak, és azok olyanok is, szóval azok muzeális értékű járművek. De a legtöbb zsigán, kockán, vagy éppen szamáron, amiben mi is ülünk, mindegyiken van egy kis egyedi átalakítás. Van, aki matricákkal oldotta ezt meg, van itt légrugós járművünk is, vannak mindenféle versenyre kialakított atyaúristenek, vannak VFTS ladák is, méghozzá olyan legendás darabok, amik hát a maguk korában rekordokat állítottak fel bizonyos versenypályákon. Van egy rendőrségi zsigulink is, és nagyon érdekes, hogy van egy olyan kis kereklámpás, 2101-es, ami konkrétan az erdőből lett kihúzva, és ahelyett, hogy aztán ki lenne farigcsálva, ki lenne szépítgetve, stb., azok a fadarabok, amik átnőttek rajta, azok le vannak lakkozva, és bele vannak építve az autónak az imidzsébe. Szerintem ez baromira jól néz ki, nagyon-nagyon egyedi, nagyon pofás. És te milyen autóval jöttél? Hát én egy Lada Sputnikkal jöttem. Igen. Ügyes. És nagyon egyedi, mert nincs még egy ilyen itt. Ez amúgy tényleg tök érdekes, hogy én azt hittem, hogy lesznek más szamarások, hiszen az egy igencsak felkapott autó Magyarországon még. Nem a kultusza miatt, hanem azért, mert borzasztóan olcsó. És én, ez az egyetlen. És ez se szamara, hanem Sputnik, úgyhogy nagyon... Hát de azért nem hozták el a szamarákat, mert azok általában csövesek. Itt meg menő autók vannak. Itt most látsz egyetlen egy csöves autót is? Azt, amiben ülünk. Hát az a durva, hogy ez a legcsövesebb, pedig amúgy ez se csöves. Hát igen, én sokszor büszke vagyok magamra, hogy meg tudtam építeni ezt az autót olyanra, amilyen. De bármilyen autós rendezvényre eljövünk, ahol vannak ladák, rájövök, hogy
ez bizony még nagyon-nagyon-nagyon durván kezdetleges valami. Úgyhogy van hova fejlődni. Ja. Hogyan jött az ötlet ehhez az egész rendezvényhez? Ugye ez a második ilyen Bavarci Ladda show, de hogy jött az elsőhöz az ötlet? Mi adta az ihletet? Az ötlet az a helyi barátaimtól származik, azon belül is két embertől, méghozzá László Csabától és Krémer Zoltántól. Ők vetették fel azt, még tavalyi év folyamán, hogy mi lenne, hogyha összehoznánk egy ilyet itt a falu környékén, és ez mellé becsatlakoztak a többi srácok, és megkértek engem, aki ugye ide innen származott Babarcról, és alapvetően autóversenyek és ilyesmik rendezésével is foglalkozom, hogy segítenék nekik lebonyolítani és megszervezni a rendezvényt, és így jött létre tavaly az első Babarci Ladda show. A második kérdésem az lenne, hogy neked van-e azon kívül, hogy most mondtad, hogy rendezvényeket, autós rendezvényeket szervezel, hogy de neked van-e Ladád? Nekem volt több is. Van egy versenyautóm jelenleg, ami még nagyon-nagyon építés alatt áll. Ez egy hegyi versenyautó, ez a Bajor Zoli bácsi által épített legendás GHC rendszámú versenyautó. De valaha lesz belőle valami, biztos, hogy lesz, csak évek kérdése, úgyhogy talán még a nyugdíj előtt bele tudok ülni majd én is. Tudom, itt nagyon-nagyon sok, nagyon komoly gép van, és nagyon klassz, egyik jobb, mint a másik. Neked van-e itt személyes kedvenced? Alapvetően én rally párti vagyok, és ugye hát a hétköznap is rally versenyeken dolgozok, meg hát ezzel kapcsolatos dolgokkal, én ugye rally autók felé húz a szívem. Hát nekem nagyon nagy kedvencem például itt a hófehér AAF rendszámú autó, amivel 92-ben Kis Ferenc és Géci Attila magyar bajnokok lettek. Ez az autó az idén lett felújítva, és az a szerencsés helyzetünk van, hogy itt van a Kis Feri és a Géci Atti is, akik 92-ben bajnokok lettek, ugye 30 év után beleülhetnek a saját autójukba. De itt van még Balatonyi Árpi a DTE 388-as számú VFTS-sel, ami szintén egy legendás autó, rallisoknak nem kell bemutatni. Illetve hát itt van még Szerbiából az ottani Lada Klub egyik tagja, aki eljött megnézni ilyen terepszemle gyanánt ezt a ladasót, Aleksa Dudics egy kék 1005-össel. És hát Rajz Zoli barátom Brunza replika VFTS-e, ami Stasis Brunza eredeti VFTS-ének a replikája egy utcai változatban. Nekem ezek a legnagyobb kedvenceim, de épp az előbb mentünk végig a zsűritagokkal osztályozni az autókat. Hát maradjunk annyiba, hogy nehéz volt megszülni a végső döntést, mert tényleg az ember nem tudja, hova nézzen, és milyen szép autók vannak. Nagyon szuper, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Eddig nagyon szép halk volt minden, aztán most meg, mint hogyha elszabadult volna a pokol, beindultak a zsugormotorok, nagymotorok, VFTS-ek, 50, 60, 70, 80, mit tudom én, nyitott rendszerek. Úgyhogy hirtelen minden nagyon fasza, és elérkeztünk a fő programjához a napnak, amikor itt Babarcon teszünk két kört a faluban, egy polgárőrök által biztosított szakaszon. Megindultunk hazafelé, nagyon jó volt az autókázás, tök sok ember eljött, nagyon sokan nézték az út széléről,
sokan is mentek körbe, előttünk üvöltött a mit tudom, milyen 60-as őrült rendszer. Nagyon nagy élmény volt, köszönjük szépen a szervezőknek, a Babarci Ladasó szervezőjének ezt a lehetőséget, és hát megyünk hazafele. Úgyhogy nektek azt közölöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, esetleg írjatok kommentet, kérdezzetek, amit szeretnétek, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Ott egy orosz, de eredeti orosz, mi a szar? Most komolyan onnan eljött? Vagy kamu? Jó kérdéssel, a Forbes mindjárt kideríti. Hát ez úgy tűnik, hogy kicsit kamus, mert magyarul beszél a bent ülő ember, de hát ki tudja, lehet, hogy ő egy orosz-magyar.